A karácsonyi éjféli misét Spányi Antal megyéspüspök celebrálta a felújított Szent István székesegyházban. Szeretetben élni egymással, bátorítani egymást, megbocsátani, újrakezdeni, bízni a jövőben, mert nem pusztán emberi a bizalom, ami bennünk él, hanem Istentől kapott erény, mondta. Az éjféli mise zárta le az adventet, föloldotta a karácsonyi böjtöt és bevezette az egész ünnepkört. Spányi Antal szentbeszédének végén kérte, hogy adja át az Úr nekünk azt, hogy képesek legyünk az életünket így formálni. Így alakítsuk Krisztus tanítása szerint gondolatainkat és érzéseinket, és ezzel a belsővel formáljuk át életünket, földi és égi kapcsolatainkat, és így kövessük Krisztust, aki az atyai ház felé előttünk megy. Vágyódunk a békére, a szeretetre, és mégis mindig valami keménység árad belőlünk. Sokszor olyat mondunk, amit nem kéne, sokszor olyan gesztust teszünk, amelyet aztán később magunk is szégyelünk és megbánunk. Sokszor hiányzik belőlünk éppen az a szeretet, amelyet legjobban keresünk. Jó nézni ezt a betlehemi családot. Jó nézni, mert belőlük valami fenséges titok árad, amely létünknek a gyógyulására van, amely szívünk bűntől ütött sebeit orvosolja, amely az élet teljességét ígéri nekünk. Napközi tábort hirdetett a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, melyre a gyerekek 6 éves kortól 12 éves korig jelentkezhetnek. Az általános iskolások a dia is, rajzfilmvetítés, kézműves foglalkozások, csapatjátékok és túra is várja január 2-től 6-áig. A tábor önköltséges, jelentkezni rá a Művelődési Ház honlapján lehet. Tábort a Kiskút Teniszklub is szervez az új év első hetére. Ebben a napközis táborban teniszezni és korcsolyázni tudnak majd a gyerekek. A jelentkezéseket december 28-áig várják a szervezők. Jó barátok, jó kedv és jó zene. A fehérvári belvárosban mindez adott lesz az új év végén. December 31-én szombaton este 8-kor kezdődik a buli az Icsi színpadnál, ahol fellép az Azertus Tűzszínház, DJ Minea, Kátai és a Discover Band. Tavaly szilveszterkor már kora este gyülekeztek a fehérváriak a belvárosban, az Icsi ligetnél felállított színpadnál. Idén is ide várják az új évet búcsúztatókat és az új évet köszöntőket. Este 8-kor kezdődik a buli az Icsi színpadnál. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ezúttal sem lesz tűzi játék. Évekkel ezelőtt a város polgárainak jelentős része részt vett egy szavazásban, ennek eredményeképpen idén sem lesz tűzijáték, de ez az előző években sem vette, úgy gondolom, senkinek a kedvét. Nagyon sokan voltak és jól éreztek magukat, úgyhogy nagyon szép szilvesztert, jó bulizást kívánok mindenkinek. Így köszönjünk el a 22-es évtől, és aztán közösen várjuk a 23-as új esztendőt.